Cegléd idén 657 éves. Minden év május 8-án ünnepeljük a város alapítók napját. A programok, az ünnepi rendezvények sajnos idén is elmaradnak a járványhelyzet miatt. A város alapítók napja tiszteletére azonban ma délelőtt dr. Csáky András polgármester és Hegedűs Ágota alpolgármester elhelyezte az Eötvös téren a város alapítók szobránál az emlékezés virágait. És koszorút helyeztek el a Városháza homlokzatán a 650 éves évfordulóra készített táblához, valamint a néhai polgármester Gubodi Ferenc emléktáblájához is. De nem csak a város vezetői, civil szervezetek, egyesületek, egyházak is tiszteletüket tették a városalapítók napján. A Városháza udvarán a Panteonban Földvári Károly emléktáblájánál a Dózsa György Honvéd Nyugdíjas Egyesület tagjai helyeztek el koszorút. Nagy László Lázár táblájánál pedig a Városvédő és Szépítő Egyesület tette tiszteletét. Zsengellér Gyula emléktábláját a CVSE labdarúgó szakosztályának vezetői koszorúzták meg. Dobos János néhai lelkészre pedig a református egyházközség emlékezett.